Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Elvileg békeidő van, a lelkünkbe is most már kezd a béke egy kicsit visszatérni. Egy örömteli estém van, amit szeretnék ma megosztani Önökkel. Itt van egy gyerekkori barátom, és annak két hihetetlenül tehetséges fia. Én azt gondolom, hogy ezután az adás után egy kicsit másképp fognak így a cigányzenészekre nézni, és hogy miért, az most hamarosan kiderül. És akkor bemutatom Önöknek a Sárközi családot, idősebb Sárközi Lajos, ifjabb Sárközi Lajos, de bocsánat, itt valami készül. Ez mi? Tőletek jön? Igen, ez az én feleségemnek a happy-e volt. Nem Rudikának... tudtunk elköszönteni a születésnapodra, aztán és utólag is. Jaj. Egy kisebb eplés tiramisu. De nem felejtem, Isten érkezett sokáig. Nagyon szépen köszönöm. Ez igen, ez ám a meglepetés. Nagyon szépen köszönöm. Hát az idényhez egy eplés tiramisu. Így meglepetés. Szándékosan nem engedtük ezt a poént el. Nagyon szépen köszönjük. Tehát és Sárközi Rudi, hogy aki még kimaradt, akinek nemrég volt a születésnapja, és nem tudtuk őt a karanténnak hála felköszönteni. Figyelj, kívánunk neked a jó Istentől minden áldást, ami létezik, és amik le vannak írva, akár a Tórába, akár a Bibliába, minden legyen teljes az egész életedbe. És így, hogy belelátok most a jelenlegi életedbe, járvány ide vagy oda, de ránézek a fiadra, és gyakorlatilag minden rosszat elfelejtek, ami ebben a világban történik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk. Aminek kapcsán most meghívtam ezeket a barátaimat, elsősorban így ezek hétköznapi életek, amikor egy zenész kezéből gyakorlatilag kirángatják a hangszert. A másik aspektus pedig az, hogy az M1-en, akik követték a Virtuózok című műsort, itt egy ország szerette meg, egy ország kedvencei lettek, és vajon mi az a nagy titok, vagy ki lesz annak a nagy titoknak a megfejtője, aki majd egyszer 20 év múlva elmondja, hogy nem ők nyerték meg ezt a versenyt. Gondolom, mind a Kennedy ügy ez is záróva lesz. De viszont amiket hallottam, hogy a szakmai zsűri az valami egészen elképesztő módon állt így mindenféle területen mellétek, és fejezte ki azt a hihetetlen tudást, ami mögöttetek van, hogy ez mennyire becsülendő és mennyire értékelendő. Ki szólalna meg először ebbe? Hát mivel, hogy azt hiszem, hogy eléggé érintett vagyok ebben az ügyben, az áttenném a szónoki kis mikrofonomat jelen esetben. Igen, sajnos nem sikerült nyerni, ugye nem első szándék az egy verseny elindulásában, hogy nyerjen az ember, ugyanis zenészek vagyunk, én a zenét nem versenynek fogom föl, de természetesen mivel egy versenyről van szó, ezért mindenkiben benne van az, hogy nagyon szeretne nyerni, mi is nagyon szerettünk volna nyerni, ha lehet a nyerész szót kifejezni a zenében. Kicsit csúnyának tartom a zenéhez, de ki kell mondani. De viszont ami tényleg nagyon nagy víg az számunkra, hogy a szakmai zsűrés, nem kis nevekről beszélünk, tehát Balázs János, Liszt és Kossuth Díjas, zongoraművész Várdai István, Liszt Díjas, Kossuth Díjas, csellóművész Keselyák Gergely, Miklós Erika és Batta András, tehát azt hiszem, hogy ezeket a neveket nem kell bemutatnom senkinek. Tényleg olyan véleménnyel voltak rólunk, hogy ez egy akkora visszaigazolás nekünk, hogy van miért csinálni, és tényleg csak előre kell menni. És utána azért nagyon sokan mögénk álltak a verseny után, és rengeteg nagyszabású koncerten vehettünk részt, úgyhogy valamilyen szinten mi egy nagyon nagy nyereménynek a részesei vagyunk. Csak azok kedvéért egy-két nevet a szerzőkből, akiket feldolgoztatok. Hát az első adásban, az első adásban magyar szerzővel szerettünk volna készülni a közönségnek, így tehát Bartók Béla román népi táncát dolgoztuk föl.
Aztán játszottunk Paganinit, filmzenét is játszottunk, Vivaldit, Vinyavskit, és még rengeteg dolgot, Handelt. Tényleg úgy próbáltuk, olyan színessé próbáltuk tenni a programunkat, hogy minden zenei korból játszunk valamit. Tehát az volt a célunk, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy ez egy különleges felállás, hogy hegedű nagybőgő cimbalom, mármint úgy különleges, hogy klasszikus zenében. Igen. Talán mi vagyunk ebben az úttörök, ez az első formáció így. És megpróbáltuk azt mutatni, hogy minden zenei stílust el lehet ezekkel a hangszerekkel játszani, kottahűen és úgy, ahogy a szerző megírta. Persze egy-két dologba belenyúltunk azért, hogy komplex legyen a hangzás. Ami nem mellesleg nagyon bravúros volt. Köszönjük, próbáltuk. Szépen. Hogy reagál ilyenkor egy apuka, akiről normál körülmények között azt gondolnánk, hogy Budapest egyik legpatinásabb éttermébe több évtizedig prímás neves embereknek, világhírességeknek játszott, és ebben a stílusban tűnik úgy, hogy meg is akar öregedni. Hogy tetszett ez a műfaj? Hát csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla, mert ugye egy szülőnek végig, hát hiába felnőtt emberek, én ugyanúgy végig izgultam ezt a dolgot, és nagyon jó ötletnek tartottam ezt, hogy ilyen formációban klasszikus zenéket játszanak, dolgozzanak fel, és tényleg kottahűen, úgy, ahogy megírta a szerző. És hát hogy mondjam, végig izgultam ezt az egészet, és én nem tartottam problémának, hogy nem ők nyerték meg, mert tényleg úgy, ahogy a Lali elmondta, hogy ezzel nagyon sok mindent, sőt, ugye a médiában is szerepeltek, és azon felül tényleg voltak csodálatos koncertfelkéréseik, és még szerintem lesznek is. Így legyen. És szakmailag adtál-e instrukciókat? Igen, néha beleszóltam, de hál' Istennek már nem kell nekik adni instrukciót, mert nagyon, nagyon ketté tudják választani a zenei stílusokat. Például most ha Vivaldit játszanak, akkor természetesen nem ilyen cigányzenei stílusban kell előadni, hanem tényleg klasszikus stílusban, és úgy is adták elő, nekem nagyon tetszett. Hát így volt vele egy ország, és azt hiszem, hogy ezt tényleg kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag ha csak a zsűrire támaszkodunk, így hibákat vagy ilyesmiket nem nagyon tártak fel, és ugye ők nem szégyellős emberek. És egy ilyen versenynek, hogyha adják hozzá nevüket, akkor valószínű, hogy csak az igazat és a szintista igazat kell, hogy mondják. Rudi, te csellistaként kezdted a zenei pályafutásodat, és már egész pici gyerekkorodban kiderült rólad, hogy beírod a nevedet majd a zenészek könyvébe. A saját műfajodban azt hiszem, hogy ilyen 12-13 éves korodban már létjogosultságod volt arra vonatkozólag, hogy azt mondják, hogy te zenész vagy, és már nem egy kisgyerek. A cselló és a nagybőgő között azért van egy elég jelentős átmenet. Így van. Hát igazából teljesen más a kettő hangszer, de nem tudom, most valahogy jobban megszerettem a nagybőgőt, mint a csellót. Ugye 13 éves koromig csellóztam, aztán kaptam a bátyámtól egy bőgőt karácsonyra, és onnantól kezdve, jó, mindig nézegettem a nagybőgőt, tehát mindig szerettem, de onnantól kezdve még jobban megszerettem, és most idáig jobban szeretem, mint a gordonkát, de azt sem felejtem el természetesen, néha szoktam játszani csellón is, de most ugye a nagybőgő az a idézőjelben úgy mondhatom, hogy szerelem. Mennyire könnyű kibontakoznod, érzelmeket közvetítened nagybőgőn, hisz a megszokott ugye pár ilyen nagy remek mű, mint a Hattyú, vagy ha csak neveket nézünk, Pablo Casals, aki tényleg lenyűgözte az egész világot. Egész egyszerűen csak arra szeretném sarkítani ezt a kérdést, hogy amíg azzal tényleg nagyon-nagyon könnyű érzelmeket kifejezni, és nagyon sokszínűen lehet érzelmet kifejezni vele, ellentétben a nagybőgővel, ami ugye a mély tónusok miatt
elég nehéz egy olyan jelenetet nagy bőgővel elképzelni, ha filmszerűen gondolkodsz, hogy egy férfi közelít egy hölgyhöz, a hölgy is ilyen szépen csendben, mert ugye ezekhez a hangzásokhoz azért minimum ilyen 150-200 kiló közötti hölgyeket tudunk elképzelni, ahogy közelít a férfihez, de mégis azt érzem, hogy jogos a kérdés, tehát így érzelmileg te tudod-e ezt konvertálni a nagybőgőn? Amikor elkezdek játszani, itt szerintem erről van szó, és erre a kérdésre ezt tudom mondani, csak hogy teljesen nem gondolkozok semmin, csak teljesen tiszta szívből játszok, és azért tudok ugyanúgy játszani a nagybőgőn, olyan érzelmeket kiváltani, mint a csellón, mert én ugyanúgy gondolkozom igazából, mint a csellóznék. Igaz, egy kicsit mélyebb tónusú a nagybőgő, de akkor is teljesen kikapcsolom az agyamat, és csak teljesen szívből, lehet, hogy van, amikor félre nyúlok, vagy akármi, de teljesen szívből, és teljesen kikapcsolom az agyamat. Ez valakinél nem így működik, de nálam teljesen így működik, hogy én agyban jó, valamennyire ott vagyok, de inkább a szívügyem az, hogy teljesen szívből játszok. És szerintem ez miatt, nekem amúgy is az érzelgő stílusok, ami az közelebb áll a szívemhez, és szerintem ez miatt tudok ilyen érzelmesen játszani is, meg szeretek is játszani érzelmesen. Volt egy darab, amit a zsűri egész egyszerűen úgy apostrofált, hogy egy nagyon-nagyon könnyű melódia. Szinte csak az nem jött ki belőle, hogy commerce, ilyen csupa szekvencia volt, hogyha emlékeztek. Az egy filmzene volt, ha jól emlékszem, a Secret Garden. Igen, és hajlamos az ember, pláne hogyha egy pici zenei képzésen valaha az életében részt vett, hogy erre hihetetlenül könnyű, 10 mai zenekarból 8-nál működik ez a szekvencia, 1000 dolgot lehet rá improvizálni, vagy mostani szóval rázni, használja a jazz is ezeket a motivumokat, és gyakorlatilag a klasszikus zenétől szinte majdnem minden. Mi az, amikor egy olyan darabhoz nyúlsz, ami elválasztja a gagyit arra a szintre, ahogy ebbe te szóloztál? Mi az a pont? Hát ezt nem tudom elmondani igazából, ezt a pontot. Hát... Én válaszolom, hogyha nem probléma. Tehát ez is egy célunk volt, hogy olyan darabot is megmutassunk, ami esetleg, ahogy mondottad, hogy commerce, idézőjelben commerce témáról van szó, vagy egy könnyebb témáról van szó. Igen, maradjunk ennél a könnyebbnél. Igen, könnyebb témáról van szó. Én mindig azt mondom, hogy a könnyűt is nagyon nehéz játszani, sőt, azt a legnehezebb játszani. Egy virtuóz dolgot, ami technikailag nehéz, úgy mondom a laikusok számára, hogy technikailag nehéz, azt az ember sok gyakorlással ki tudja küszöbölni, de viszont az egyszerűből csinálni nagyszerűt, azt gondolom, hogy az az igazán művészet, amikor tényleg amikor például a gasztronómiához tudom hasonlítani, hogy egy csirkepaprikást úgy tudunk kitálalni, hogy a vendég azt mondja, hogy hát ilyen szépet és ilyen gyönyörűt még nem látott, és pedig nem egy divatos ételről van, vagy egy olyan komplexumú ételről van szó, ami nagyon nehéz elkészíteni, de viszont úgy van tálalva, hogy az ember megkívánja akarva, akaratlanul, és jól esik. Örülök, hogy ezt mondod, az én éttermem szlogénje ott van, és ha a Viki megmutatja a nézőknek, oda ugyancsak angolul írtuk fel, de gyorsan lefordítva, így, hogy nem látjátok, az az én szlogenem, hogy az étel, mint a zene. Csupa harmónia és ritmus. Ezt köszönöm, hogy véletlenül beleszaladtál, és nem gondolom, és azt hiszem, hogyha nem akarunk túl közhelyesek lenni, ez elmondható egyébként az életre is. Így van. Hogyha az életben harmónia van, és mindennek eltaláljuk a tempóját, a ritmusát, akkor azt hiszem, hogy ez a sikeres élet egyik titka lehet, vagy annak a megfejtése. Igen, és ez úgy gondolom, hogy minden szakmára kihat, és minden, főleg a művészetre azt gondolom, hogy ha megvan a ritmusa és a harmóniája, akkor már egy nyert ügye van. A végén kiderül, hogy valamit kitaláltam, vagy megfogalmaztam, amit tényleg, ha más nem, ezért megérte nekem zenét tanulni, hogyha nem is lett belőlem zenész. Még egy kérdés az apukához. Két fiú,
És akik nem ismernek benneteket, azok tudják, hogy az apuka, illetve a nagymama volt az, aki a kritikus korban, amikor elveszítettétek az anyukátokat, akkor maradtatok magatokra, és ilyenkor, hogyha csúnya szóval ilyen különböző átlagokat nézünk, vagy nézünk statisztikát, ezek a fiúk lesznek a rossz fiúk. Ezt azért merem ilyen nagyon bátran mondani, mert az én anyukámnak a szülei is nagyon korán meghaltak, és elég csúfos véget értek az ő testvéreinek a sorsa. Mit jelentett neked ez? Mikor eszméltél arra rá, hogy itt valamit tenni kell, ha nem akarsz erre a bizonyos statisztikára feliratkozni? Hát először is annyit, hogy hál' Istennek anyukájuktól ők olyan harmóniát kaptak, lelki dolgokban is, meg olyan neveltetést. Ugye én, mint egy cigány ember elmentem muzsikálni, az anyukájuk volt velük egész nap, végül is ő nevelte őket este, meg ő foglalkozott. Én ameddig gyakoroltam, ő foglalkozott velük úgy, mint iskolában. Tehát azért a Lali már 18 éves volt, a Rudi 14, már volt valami fogalmuk arról, hogy a normális családi életről. Persze közben jött ez a dolog, nagyon nehéz volt feldolgozni, hosszú évek kellettek hozzá, de azért mi mindig ott voltunk egymásnak. Ugye, és ha fellépés volt, vagy muzsikálni hívtak minket, akkor mi mindig együtt mentünk, és azért én is ügyeltem rájuk, meg ők is én rám. És ez a mai napig így működik. Ez talán ettől ilyen szép. Így van. És a mai napig így működik, hogy mi együtt megyünk, és nagyon vigyázunk egymásra. A Rudi számára elég veszélyes volt azért erre a bizonyos nagy csalódásra az, hogy ő neki ez a korszak volt az, amikor ugye a zenészek között a legünnepeltebb sztár voltál. Nem tudom, hogy ezt mondták-e már neked, vagy nem. Én abban az időben pont azon a helyen voltam, ahol így központilag elhangzottak ilyen kijelentések idősebb zenészektől, mint például, aki már sajnos nincs közöttünk, ifjabb Járóka Sándor, Bufó Rigó Sándor, és még sorolhatnám hosszan a neveket, de én azokban a pillanatokban hallottam azt, hogy itt van a következő, mit tudom én, nem is illik talán ilyenkor csellistát mondani, hanem ugye cigányzenéből, akik ilyen maradandó nevek maradnak, mint Rácz Béla, vagy Toki Horváth Gyula, vagy valami. Tehát körülbelül egy ilyen kategóriába soroltak be. Éreztél ebbe a helyzetbe ilyen veszélyhelyzetet, hogy adott esetben elszállj magadtól, vagy a sok dicsérettől? Nem. És én... bocsánat még, hogy még hozzá valamit, amit jó, hogy kijön belőlem. Tehát úgy, hogy a zenének minden területén, meg köztudott, hogy csoda gyerek vagy, egyedül teniszütő nem tudsz igazából jól muzsikálni, de brilliáns a hangod. Ugye szégyen ide vagy oda, és most, hogyha a nézők csalódnak bennem, akkor bocsánatot kérek. De volt olyan, hogy elénekeltél egy magyar nótát 10 éves korodban, és arra mi, akkor már felnőtt emberek, nekiálltunk és kitekertük 2-3 rövid italnak a nyakát. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok dicséret. Én egyáltalán soha nem mentem át abba a stílusba, hogy nagy képű legyek, vagy akármi. Sőt, én amikor a szemembe dicsérnek, vagy például most is nagyon elpirultam, nem tudom, látszik-e, én nem nagyon szeretem. Nem nagyon szeretem így hallgatni azt, hogy így dicsérnek, meg nem tudom, én nagyon elszégyelem magamat, és nagyon köszönöm, hogy így ezeket elmondtad. És nem tudom, hát ugye soha nem voltam nagyképű, remélem soha nem is leszek nagyképű, és nagyon szépen köszönöm, hogy megemlítetted, hogy énekelni szoktam. Igen, hobbiból szoktam énekelni, de nem tartom magam olyan nagyon nagyszerű énekesnek, mint elmondtam. Hát pedig elhiheted, mert itt több százan vagyunk mögötted, aki ennek az ellenkezőjét mondja. Bocsánat, én kiegészíteném annyival, belepofátlankodok, hogy egy zenésznek nem csak a zene által van felelőssége, hanem a viselkedése által is felelőssége van. Úgy a bizonyos körökben, a zenész körökben, és amit a következő generációnak továbbad. Tehát egy zenésznek a viselkedésében is meg kell tudni mutatni azt, hogy mitől vagyunk mi másak, és mit képviselünk.
Pontosan, egyetértek. És ezért nem tartom azt célszerűnek, aki elszáll esetleg, és mi szerencsére úgy nevelkedtünk, hogyha sikereket is értünk el, akkor nem is engedték volna, hogy elszálljunk, mert akkor fejlődés képtelenné válik az ember, azt gondolom. Tehát ez egy titok, sokan elmennek egy ilyen irányba, de egy hatalmas felelősség van bármilyen művésznek a szívén és az eszén is. Valószínű, hogy ezért nem érnek fel soha csúcsra. Mert sokan elvéreznék ennél a szegmensnél, mert tényleg egy óriási felelősség az, hogy az embertársainknak a viselkedésben is utat mutassunk. Kedves nézők, azt hiszem, hogy nem az első eset, amikor megint ilyen egyedi összefüggést hozok egy beszélgetésbe. Lali, az elsők között volt a Kulacs étterem, és annak, mint a vezetője, ahol így az elsők között álltál fel zenekar élére. Így van. Nagyon büszke vagyok rá. Egyrészt arra, hogy amikor ugye a Kulacs étterem, ami mindig a zenéről volt híres, Járóka Sándor és Boros Lajos nevek hangoztak el, akik a szakmában vannak, vagy a nóta kedvelők nagyon-nagyon jól ismerik ezeket a neveket. Mit jelentett neked ilyen fiatalon ott felállni egy zenekar élére állni? És... Hát egyébként mindig vágyam volt az, hogy majd a Kulacs étterembe egyszer muzsikálhassak. De jó. Mert egyébként a Kulacs étterem arról volt híres, természetesen a gasztronómia és a szórakozás mellett, hogy mindig a legjobbak muzsikáltak ott. Tehát ezt tudta mindenki, hogyha jó... Volt azért egy-két kivétel, és most ne érezze magát rosszul, hogyha valaki akkor ott játszott. Ebben nem nyilatkoznék, ezt meghagyom neked. Kenyérkérdés. Igen. Tehát mindig arról volt híres, nagy általánosságban. Igen. Fejezzük így, hogy a legjobb prímások és a legjobb zenekarok muzsikáltak ott. És nekem ez mindig vágyam volt, hogy majd én is kövessem az ő példájukat. És igen, hát ott volt egy olyan zenei élet a Kulacs étteremben, hogy ott összegyűltek a legjobb zenészek, és mindig ott reflektorfényben volt mindenki, aki éppen az annak a kornak volt a legjobbja, vagy a krémje. És én elég fiatalon bekerültem ebbe a társaságba, szerencsésnek mondhatom magam. Meg én is, hogy hoztam egy jó döntést, amiben korigazol engem. Köszönhető neked is többek között, így van. Tehát volt egy jazz klub része is a Kulacs étteremnek, annak ide a Vera Jazz Café, ahol én 12 éves koromban minden héten fellépő voltam az akkori zenekarommal. Aztán különböző prímások mindig idézőjelben, szakmailag, zenész nyelven mondva felállítottak engem muzsikálni. És aztán amikor 19 éves voltam, akkor a Kulacs étterem prímása is lettem, mint stabil prímás. Úgyhogy onnan sok minden elindult, sokan felfigyeltek rám ott, és úgy gondolom, hogy a pályának... Ez az volt akkori cigányzene fellegvára. Így van. És találkozó hely. Tehát a pályámnak, a zenei pályámnak egy nagyon meghatározó mérföldkője a Kulacs étterem. Vannak itt szép emlékek. Egy pillanatra merüljünk még a nem túl szép dolgokba, de ígérem, hogy happy end lesz a beszélgetés vége. Hogy éltétek meg ezt a 3-4 hónapot, hisz mindannyian játszottatok, koncerteztetek, boldogítottátok, örömteli pillanatot okoztatok embereknek? Hát azt gondolom, hogy sosem éreztem magam... ilyen elveszettnek, és soha nem voltam ilyen helyzetben, hogy ennyire megviseljem valami. Nagyon, nagyon őszintén mondom, mert ugye rólunk zenészekről köztudott, mi is egyébként egy belvárosi étteremben játszunk minden nap. Játszottunk, ameddig nem állt fent ez a helyzet, sajnos ez a vírus nem jött be. Minden nap arról szólt az életünk, hogy megyünk muzsikálni, koncertjeink voltak, turnéink voltak, körülbelül olyan 20 koncertünk maradt el ez alatt a 3 hónap alatt. Igen, és engem annyira megviselt, tehát én az életemnek a 70-80%-át a zene tölti ki, és azon kívül, hogy otthon kivettem a hegedűmet és gyakorolgattam, vagy megpucoltam a hangszeremet, azon kívül
nem tudtam a zenésztársaimmal játszani, nem tudtam kifejezni az érzéseimet. És engem ez, megmondom őszintén, hogy nagyon megviselt. Bár erős próbálok maradni, de egyébként is egy gyenge lelkű embernek mondom magam. Magam alatt voltam nagyon sokáig, de azért a családból és a zenéből merítek annyi erőt, hogy nem szabad feladni. És túlélt. Túléljem, így van. És várjuk azt, hogy hamarosan remélhetőleg helyére áll a világrend, ha mondhatom így, és újból mindenki azt tudja csinálni, amit szeret, amihez ért, és amivel tud adni az embertársainak legalább egy kis kedvességet. Úgy legyen. Túl ezeken a problémákon, Lali, hogy ugyanez jelen volt a te életedben is, hogy le kellett tenned a hangszeredet, neked még ott volt problémaként, hogy élik meg a fiaid? Hát nekem az volt a legrosszabb, hogy azon idegeskedtem, hogy most ők hogy fogják ezt kibírni. Nem anyagilag gondoltam, persze az embert úgy is megviseli ez a dolog, hanem tudtam, hogy milyen lelki világuk van, hogy mennyire hiányzik nekik az életükből a zene. És annyira idegeskedtem ez véget, hogy úristen, most mi lesz, nehogy besokaljanak, elmenjen a kedvük ettől az egésztől. Ugye, mert a legjobban mi szenvedtük meg a vendéglátósokat. Ez így van. Ez szerintem, mert ugye akinek volt egy szakmája, élelmiszeripar, vagy bárhol. Én ismerek egy baktertőt, például adját, mert nem érintettem. Na jó. Tehát minket ez nagyon-nagyon-nagyon mélyen érintett, és még hát remélem, hogy jobb lesz, vagy valamennyire fog vagy valaki változni, tudja. De hogyha valaki ezt irányítja, akkor mondja azt, hogy most már legyen jobb nekik. Igen. De tényleg nagyon, nagyon szívemre vettem ezt az egészet, és annyira sajnáltam a gyerekeimet, hogy láttam, hogy szenvednek ezáltal, hogy nem muzsikálnak, hiányzik nekik. Tudom, hogy mert beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hiányzik az, hogy öltözzön, hogy vasalták az inget neki, készülődik, megy muzsikálni. Bocsánat, csak itt a kedves nézőknek szeretném elmondani, hogyha eljön az a bizonyos békeidő, akkor nézzék meg, hogy milyen elegánsan, mennyire odafigyelve, mennyire művészi módon, kicsit különc módon tudnak ők öltözködni, mennyire odafigyelnek arra, hogy a művészetüket még a ruha hordásában is, tehát nem amit fölvesznek, hanem hogy azt hogy tudják hordani, hogy tudják viselni, még abban is jeleskednek ezek a gyerekek, amiért én nagyon-nagyon szeretem őket. Bocsánat, hogy közbe vágtam, de el kellett, hogy mondjam, extrémek vagytok, vagányok, és igen, amikor azt láttam, és ez egy személyes gondolat, amikor azt láttam, hogy nincs egyáltalán lehetőség, és nem mostanában lesznek közönségek, se kis, se nagy számúak. Amikor most mi kinyithattuk az udvart, legalábbis a terasz részét, én felkértem az apukát, hogy jöjjenek, és akkor addig zenéljenek itt. Ez inkább egy baráti gesztus volt, mint üzleti, mert hogyha valaki most itt az udvarba sétál, azt a pár kóbor kutyát leszámítva, és a gazdáját, nem túl sok embert lát itt. Ők azok az emberek egyébként, és gondolkodtam, hogy nem mondom el senkinek, még őket is kértem, hogy ne mondják, de azt hiszem, hogy ez úgy lesz teljes, hogyha elmondom, hogy ők azok, akikkel bármikor szívesen megosztom azt a nagy vagy kis darab kenyeret. Azt kívánom nektek, hogy ti minél hamarabb álljatok színpadra, az a ti lételemet, tehát a működésetek. Nagyon fázom egyébként, csak azért nem tudok folyamatosan beszélni, mert hogy csak a teraszon lehetünk. Tehát kerüljetek azokra a színpadokra, amikre az igazi nagyok, akikről vettetek, vagy akikből merítettetek, inkább úgy fogalmaznék. Neked azt kívánom, hogy amit te kívánsz nekem. Önöknek pedig azt kívánom, hogyha elmennek egy vendéglátóhelyre, legyen az étterem, jazzklub, vagy bármilyen olyan hely, minél több zenét hallgassanak, próbáljanak harcolni azért, hogy az önök kedvenc helyén is legyen zene, és azt hiszem, hogy azzal tudjuk támogatni a zenészeket leginkább, hogyha ragaszkodunk hozzájuk. Ragaszkodunk, hogy ebbe a felgyorsult
időnként gonosz és érthetetlen világba valami szépség jusson az életünkbe, akkor kapaszkodjanak a zenébe. Szép jó estét kívánok, nektek pedig még egyszer sok sikert. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.